Hegedűs de Géza és ifja Vidnyánszky Attila színészmesterség órája csak egy volt a színművészeti kurzusai közül. Míg kinn az őrök 71 napig blokád alatt tartották az épületet, benn folyamatosan zajlott a munka. Ahogy eddig is, úgy tartjuk fenn a blokádot az oktatással párhuzamosan. A blokáddal tiltakoztak ugyanis a kormány által újonnan kinevezett vezetőség ellen, kérve legyen újra autonóm intézményük. A hallgatók még az új kancellárt sem engedték be. Nem mehetek egyáltalán? Be nem mehetett, de többször is próbálta felfüggeszteni az oktatást. Ez csak a november 26-án hozott kormányrendelet után sikerült. A színművészeti hallgatói önkormányzata a bírósághoz fordult az oktatás leállítása és fél évük semmisététele miatt. A fővárosi törvényszék pedig úgy vélte, a vezetés lépéseivel sérül a hallgatók tanuláshoz való joga, ez pedig visszafordíthatatlan következményekkel járhat. Így addig is, amíg a kuratórium elleni per folytatódik, a bíróság elrendelte az azonnali jogvédelmet, mely biztosítja a fél év eredményes befejezését. Hogy a későbbiek során majd az intézmény hogyan fogja elismerni, vagy hogyan nem, nyilván ez függ majd a per mikénti alakulásától, de minden esetre most nem lehet megtiltani az intézményben az oktatás folytatását, illetve nem lehet semmisnek tekinteni ezt a fél évet. Nagyon örültünk neki. Így reagáltak a hallgatók a bíróság döntésére, és készülnének a vizsgákra. Azt azonban nem tudják, mit lép majd az egyetem fenntartója. A bíróság természetesen őket is értesítette, így tudniuk kell a döntésről, és arról is tudniuk kell, hogy vissza kell adniuk számunkra a Neptun jogosultságunkat, amit jogellenesen folyton visszatartanak, így akadályozva meg azt, hogy mi a vizsgáink eredményét be tudjuk írni. A kuratórium vezetői kérdésünkre azt írták, szerintük a jogi feltételek továbbra is fennállnak az oktatás leállításáról. Az egyetemen a tavaszi fél évet úgy kell megszervezni, hogy az előző őszi tanulmányi időszak követelményei is teljesíthetőek legyenek. Ehhez kérik a hallgatók és tanárok együttműködését.